veszünk egy kis mintát a hűtőfalból, és akkor ezt egy ilyen kis műszer segítségével tudjuk ellenőrizni. És akkor belenézünk, akkor itt láthatjuk, hogy teljesen tökéletes, ez mínusz 45 fokon van az érték, úgyhogy ez teljesen tökéletes, ezzel nincs teendő. Egy ilyen egyszerű folyamattal elkerülhetjük, hogy a mínuszok érkezésével kár keletkezzen az autókban. A szakember szerint a hűtőfolyadék ellenőrzése az egyik legfontosabb dolog, amikor felkészítjük járművünket a téli időszakra. A legfontosabb, amit ellenőrizni kell, az a fagyállónak a megfelelő hőfoka, hogy ne lepődjünk meg az első mínuszokból, hogy befagy a rendszer, és akár több milliós károkat is tud okozni. De hát ez mellett megemlíthetjük az ablakmosó folyadékot, rendszeresen elfelejtik az ügyfelek ezt is kicserélni a nyáriról téli folyadékra. Ez is elég jelentős károkat tud okozni, hogyha valaki erre nem figyel megfelelően. Amrein Tamás azt mondja, mínusz 30 fok fölé érdemes beállítani a fagyálló folyadékot a tartályban, főleg most, amikor több meteorológus is rendkívül hideg telet jósol. Éppen ezért nem csak a motortérben fontos felkészíteni az autókat, hanem a megfelelő gumiabroncsot is le kell cserélni. Én azt gondolom, hogy itt érdemes nagyon maximum 6 éves korig használni téli gumit, utána már mindenképpen le kellene cserélni. És amire még érdemes figyelni, hogy a borda mélység az meglegyen. Tehát itt az előírás az elég tág határokat ad meg, gyakorlatilag 2 mm-ig engedi a szabály használni. Én azt gondolom, hogy ilyen 4-5 mm alá nem menjünk egy téli gumival a borda mélységbe, akkor fog megfelelően tapadni. Kaphatók 4 évszakos abroncsok is, ám a szakember szerint főleg az alsó kategóriás termékek nem mindig felelnek meg az elvárásoknak. Műszaki szempontból egyébként még fontos lehet az akkumulátor ellenőrzése is, hiszen enélkül nem is indul az autó. Érdemes megvizsgáltatni az akkumulátort, hogy milyen állapotban van. Itt látszik a mérésből, hogy ugye kiírta, hogy oké a rendszer, tehát ez egy jól működő akkumulátor. Ezt azért érdemes megcsinálni, mert meleg időben még indít az autó megfelelően, viszont lehet, hogy ha megjönnek az első komolyabb mínuszok, akkor az első indítástán nem fog elindulni a gépjármű, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt meg érdemes mindenképpen ellenőriztetni. Ha beköszönt az igazi tél, akkor a sofőröknek is óvatosabban kell közlekedniük. A szakértők azt ajánlják, hogy indulás előtt tájékozódjunk az aktuális időjárási és útviszonyokról. Emellett az is fontos, hogy a közlekedők tartsák meg a sebességhatárt és ne kövessenek el relatív gyorshajtást.